Unika, az új generáció biztosítója. Nemzetközi kupadöntőt bukott el a győri Audi Eto egymás után, és hát most a nyolcadik, hát ennek valahogy sikerülnie kell. Cecil Leganger, illetve Katrine Lunde két nagyon fontos szereplője lehet ennek a mérkőzésnek. Ugye a dolog pikantériája az, hogy Lundét gyakorlatilag a 6-8 évvel ezelőtti Legangerrel teszik egyenlővé, és hát valóban fantasztikus formában és nagyon nagy szerepe van abban, hogy a Győr eljutott a fináléig, mint egy Legangernek is a másik oldalon. Nora Mörk felépült hosszú-hosszú sérüléséből, egy évet hagyott ki sérülése miatt, de már a hétközi bajnoki elődöntőben pályára tudott lépni, és ezúttal is nevezte őt Oleg Gustav Gjekstad, és itt a várható felállása a Larviknak. És itt pedig Gjekstad, a hazai csapat szakvezetője. Ugye az ő segítője az a Torodvár Mőn, aki bajnokok ligája győzelemhez segítette 2011-ben a Larvikot. Itt pedig a győriek összeállítása, semmi meglepő nincs ebben a névsorban. Hornyák Dóra 8-assal ugyan ott van a keretben, legalábbis beírták a győriek, de nem játszott a héten, még gipszben volt a keze. Az összes edzésen úgy vett részt, miközben a győri szurkolók a himnuszt éneklik, most hogy elhallgatok én is. Szóval Hornyák Dóra nem tud pályára lépni ezen a mérkőzésen, azért természetesen ott van az együttessel, és itt van Ambrose Martin, aki 2011-ben játszott már, illetve az ő csapata játszott már egy bajnokok ligája döntőt a Larvikkal szemben. Az az Ichako Navarra volt, az az Ichako, amely akkor ugye a Győrt búcsúztatta az elődöntőben. Gro Hammerzeng 2011-ben a BL győzelemből nem nagyon vehette ki a részét, hiszen akkor tért vissza szülésből. Itt van az a Nora Mörk, akiről már beszéltem, hosszú-hosszú sérülés után egy évet követően tért vissza szerdán az együttesbe, és itt van Heidi Lőke, aki két évvel ezelőtt még a Larvik játékosaként nyert bajnokok ligáját, és Görbic Anita, akinek a pályafutása megkoronázása lehet ez a bajnokok ligája döntő. Ugye eddig neki is ugyanúgy, mint ahogy az egész csapatnak, csak elveszített nemzetközi kupa döntői vannak, és itt pedig a két román játékvezető. Christine Lunde a képen, Katrine Lunde testvére, természetesen ő is eljött megnézni ezt a találkozót. Lundéra hatalmas szerep vár, épp úgy, mint ahogy Lőkére. Ugye a mentális felkészítést hangsúlyozta nagyon Ambrose Martin, azt mondta, hogy nem is a taktikán fog múlni ez a találkozó, illetve ez a párharc, sokkal inkább azon, hogy ki tud jobban koncentrálni ebben a döntőben. És hát akkor nézzük a mérkőzést zöld-fehérben. A győri csapat kezdte a találkozót, Görbic irányít, bent van Amorim, és Szepesi az, aki befut középre. Lőke teszi tovább a labdát. Görbic, Lekics, Radicevic még meg tudja fogni. Szabad dobás. Blanco védekezett vele szemben, ő a kettes védő a Larvikban, de kikeveredett oda a szélre. Görbic, Lekics, nem tudta megfogni Görbic a labdát, és ezzel mehetnek a norvégok. Ez az, amire nagyon kell figyelni, hogy ne tudjanak gyorsan indulni. Hammerzeng, szerencsére jól zártunk vissza. Nem tudták befejezni a támadást a hazaiak. Breivang irányít, Sulland természetesen a jobb átlövő, ezúttal is Hammerzeng pedig a bal átlövő.
és Szullánda Patosz közelebbi oldalon játszik, vagyis tudják cserélni, mi azért védekezésben nem túl acélos. Hammerzeng. Amorim és Lekic védekezik középen nálunk. Blanco nem tudja megfogni a labdát, nem volt pontos a bejátszás, ezzel pedig mehet Radicevic. Elég idegesen kezd mind a két csapat, de hát ez valóban a Bajnokok Ligája döntője. Abszolút érthető. Nora Mörk egyébként nem kezdett, ahogy arra lehetett is számítani, hiszen Riegelhuth a Larvik legeredményesebb játékosa a szezonban. Ezúttal is a jobb szélsője a csapatnak. Meszúzásért figyelmeztetik Tea Mörköt. Blanco pedig inkább dicséri. Görbic, Amorim. Le a szélre, Szepesi, és kijön a kapufáról. Nincs meg sajnos az első gól, Leganger talán hozzá is ért, és megy Larsen, aki valószínűleg az esetek nagy részében inkább majd csak védekezik, az ő helyére jön Szulland, Hammerzeng lövését védi Lunde, és megvan a labda. Továbbra sincs gól az idei Bajnokok Ligája döntőben. Lundénak és Legangernek is akad már egy-egy védése, sőt Legangernek már kettő. Görbic próbálkozott. Nem baj, marad nálunk a labda. Ugye oldalt ment ki. Ambrosz Martin, a labda pedig Görbicnél. Amorim. Amorim, szép betörés, és megvan az első gól. Megverte lábbal Tonja Larsent. És erre azért valószínűleg lesz is még esély a mérkőzés további részében is. Szulland, Hammerzeng. Breivák beküldi középre Szullandot. Így a jobb átlövő van most irányító pozícióban, de alig, hanem csak így indul a figura. Aztán jön majd mindjárt a váltás. Hammerzeng, Szulland, nem, a másik oldalról ő Szulland, és egyenlít. Ilyet eddig ritkán láttunk a balkezes átlövőtől, hogy átmegy rossz kéz oldalra, és onnan vállalkozik. Egyenlít a norvég együttes. Görbic, hoppá, kiesik a kezéből a labda. Egy Riegelhuth, szerencsére gyorsan megint csak nem tudnak indulni. Blanco le a szélre. Lent volt már a lába Mörknek, így aztán a gól érvénytelen. Egri Viktor hangja pedig megérkezett, úgyhogy mostantól övé a szó. Jó napot kívánok! Larvikból most már. A Győr támad, az állás pedig 1-1 az 5. perc elején. Amorim, Görbic, Lekic. Szepesi befutott a szélről. Amorim teszi Görbicnek a cseh, jó, Amorim előtt a lehetőség. Leganger lábak között még eljutott a labda, de fölé pattant. Rengeteg futásra lehet számítani. Lunde véd egyet, a kipattanó Szullandé lehetett volna. De marad a mieinknél a labda. Szulland már szabálytalan volt a 6-os vonala előtt. És itt van még egyszer Amorim kísérlete. Hát ha annyira lesz hatékony a norvég csapat támadójátéka, mint a helyi technikai erők a hang összeállítása kapcsolatban voltak, akkor nem járunk olyan nagyon rosszul. Most Görbic teszi tovább Lekicsnek. Tonja Larsen lépett ki, aki a helyi lapok szerint nem teljesen egészséges. Meglátjuk, hogy ez milyen hatással lesz a teljesítményére. Lőkét most jelentős mértékben megmasszírozta. Görbic. Az első támadásoknál nagyon széles játékot kért Amorosz Martin. Megvolt a lehetőség, Amorim pedig kiharcol egy 7 méterest. Meg lehet szerezni az előnyt a 6. percben. Breiván kap még egy sárgalapot is. Természetesen teltház. Összességében harmadszor egyébként a csarnok történetében fel kellett függeszteni a jegyeladásokat. Az első 2 évvel ezelőtt az Icaco elleni BL döntő volt. Görbic! A második pedig a Győr elleni csoportmérkőzés. Minden találatnak lehet majd természetesen a végelszámolásnál komoly jelentősége. Görbic Anita belőtte a 7-est, és a labda pedig ismételten a győri csapaté.
Ambrose Martin nyugalmat kért az utolsó edzésen ma délelőtt. Azt kérte, hogy figyeljen a csapat a visszafutásra, a kevés eladott labdára. És azt hiszem, hogyha ezeket sikerül betartani, akkor már itt is sikert lehet elérni. Görvic passza most nagyon rossz volt. Thea Mørk ugrik be. És ez az, amit a norvégok nagyon tudnak, gyors támadás végén a gól. 2-2. Thea Mørk a testvérével együtt gyalog érkezett a BL döntőre, és itt várakozott a csarnokkal szemben a zebra túloldalán. Elég furcsa látvány volt ilyen szintű játékosoktól, hogy így jönnek a sorsdöntő meccse. Löke kap jó paszt. Remek támadás volt, nagyszerű bejátszással Löke pedig higgadt marad. Sulland. Hammerzeng, Breivang, Sulland. A Győr védekezésének alapja megint természetesen a beálló semlegesítése. Kilépni csak akkor kell, hogyha a beálló már biztonságban. Magyarán a magyar csapat feltételezhetően a záróvonalhoz nagyon közel fog végig védekezni. Lunde fogja nagyon könnyen Hammerzeng kísérletét, 2-3. Görbic, Amorim. Ugye egyelőre balkezes átlövő nélkül játszik a győri csapat. A Rédei Sós védekezése nem kiemelkedő, és a pattól távolabbról nehéz lenne cserélni. Ez is lehet ennek az egyik oka. Lekics, Görbic húzza le, Szepesinek magas volt. Viszont mindenki elindult időben visszafelé. Tonya Larsen Breivangnak. Riegel üt középre. Larsen le fog menni, így van, ő adja át a helyét Sullandnak. Egy cserével játszik az ellenfél védekezésről támadása, és fordítva a magyar csapat pedig nem változtat. Ez is segíti természetesen a jó visszarendeződést. Hammerzeng, Sulland ugorhat fel, pontosan lőtt. 3-3. Sullandnak ez a második gólja volt a 9. percben. Ambrose Martin úgy döntött, hogy inkább a beálló ne kapja a labdát, mint sem, hogy Sullanddal kapcsolatban történjenek helyzetkialakítások. Mørk megint, hát nagyon kell rá figyelni, mert mint a villám olyan ma is. Most már vezet a Larvik. Erősen be Lunde feje fölé, ezt nem nagyon lehetett hárítani. És ez egy eladott labda következménye volt. Görbic. Radičević befutott a szélről, Amorim, Lekics, Görbic. Hammerzeng fogta Lekicset, tovább lehetett vinni, és ott volt az ígyszer. Előnyszabályt alkalmaztak a bírók, és érzésem szerint jól tették, mert helyzet lett a vége. Sajnos kimaradt. Jekstad arról nyilatkozott, hogy a csapatának óriási a rutinja a nagy győzelmekben. Ez szólhat az együttese mellett. Amúgy úgy gondolja, hogy a Győrt tartják sokan favoritnak. És hát valóban a helyiekkel beszélgetve is ez volt elsősorban a vélemény. Hammerzeng, Sulland. Görvic odaér lábbal, Hammerzeng, bent a labda a beállónál, és Blanco eredményes. 5-3. Ezt kellett volna megakadályozni. Itt látjuk, hogy Amorim mögött ott van Blanco, üres területen. Blanco a legjobb meccsét az elődöntő visszavágóján játszott eddig a Bajnokok Ligájában, akkor 7-szer volt eredményes. Amorim, Görbic, Löke, nagy játék, Legangervéd. De Amorim megszerzi a kipattanót, Riegelüt 2 perc, így van. Azt mutatja, hogy befogták a kezét. Ennek nem hiszem, hogy lenne valóság alapja. Amorim megszerezte a labdát, ő pedig nem akarta elengedni. Győri emberelőny. Lekics. Görbic,
Amorim, Szepesinek nagy helye volt, mégsem vállalta el. Görbic, Lőkének nagy passz, és ebből a gól. 5-4, szép játék volt. Görbic elviszi az embereket, ott marad Lőke, ugye Hammerzeng lépett ki mellőle. Lőke pedig remélhetőleg azt a formáját fogja hozni, amelyet általában a fontos mérkőzéseken. 5 plusz 1-es védekezés most a Győrnél emberelőnyben. Szepesi az, aki Szullandot külön fogja. Temörk ott nem fér be. Hammerzeng. Breivang cselez. Középen egy szabálytalanság. Lőke kap sárgalapot. És most tervel a pályán Görbic helyett, ez a védekezése nyilvánvalóan javít. Kevesebb, mint egy perc az ember előnyből, Szulland kifele, és belövi a rövidbe. 6-4. Ez most Lunde gólja volt. Ott már hagyni kell egyértelműen az ellenfél játékosát, és épp hogy befér Lunde és a kapufa között a labda. Ember előnyből kapott gólt a győri csapat. Görbic, Lekic, Amorim, elengedi, hát ez nem volt a legjobb lövés. És egy kicsit el is kapkodta ezt a támadást a Győr, nyugodtan játszhatott volna tovább. Így most az ember hátrányból megmaradt időt végigpasszolgathatják a fehérmezesek. Hammerzeng. Larsen bejön most támadásba, összesen egy gólja van az egész BL sorozatban. 2 évvel ezelőtt még a BL fináléban 12 gólig jutott, akkor alapember volt támadásban is Tonya Larsen. Hammerzeng, Szulland, Hammerzeng, Larsen, Hammerzeng, Szulland, megpattan Lunde könnyedén. Jó volt a blokk. Most Szepesi és Görbic is leült, Lőke a labdával, ki tudja még játszani, de nem pontosan. Tervel helyére Görbic megy vissza, Kovacsics a bal szélső a magyar együttesben. A tavalyi Bajnokok Ligája döntő visszavágóján is Kovacsics volt a bal szélső, akkor vérten sérülése miatt. Görbic nem tudja bevinni, Amorimnak tette fel inkább, Lekics. Az addig jó, Görbic, Lőke onnan nem megy be, fenn a bíró kezelőni kell, Amorim, Leganger, Kovacsics összeszedte. És hát le kéne venniük a játékvezetőknek a kezüket, mert a kapus védett. Ezt most nem értem. Lekics lövi el. Ez egy érthetetlen döntés volt, ugye a passzív jelzésnek vége van az esetben, hogy a kapus hárít, vagy valakit 2 perccel esetleg sárgalappal büntetnek. Hát a kapus védés az itt most megtörtént. 15. perc. 6-4. Szulland. Breivang. Hammerzeng. Breivangnak talpról közbelövéssel próbálkozott, ez a specialitása. Éppen ezért tisztában voltak ezzel a győriek. Radicevic. Gyors akció és 6-5. Kiváló védekezés után. Ugye itt is az alap az volt, hogy Breivang kísérletét olvasták a győri lányok, és megszerezték a labdát. Breivang 5-1-es védekezés most Tervellel elől. És bejött Nora Mörk az ellenfélnél, aki gyakorlatilag 2 éve nem szerepelt BL mérkőzésen. Az Icsakó elleni Bajnokok Ligája döntőben még ott volt a pályán, aztán térdműtétek következtek az életében. Jekstad szerint 15-20 percet most vállalhat. Egészen más balkezes lövő, mint amilyen Szulland, és esetleg akár gondot is okozhat, majd meglátjuk. Lunde olvassa a kísérletet, remek. Lekics, Tervelle, Radicevic, nagy hely, és szép gól, 6-6. Nem hiába mondja Ambrose Martin, hogy a védekezés a játék alapja.
ha a kapusnak így segítenek, mint az imént Nora Mörk kísérleténél, akkor könnyedén védhet, és abból lehet indulni. Ez is egy gyorsan és pontosan befejezett támadás volt. Breivang, Hammerzeng, Teamörk. Hammerzeng, Teamörk befutott, Nora Mörk. Bejátsza Blankónak, és ebből megint megvan a gól, hát erre kéne figyelni, ezt gyakorolták az edzésen délelőtt a lányok, de ez egy szédületes passz volt Nora Mörktől. 7-6. Ugye amikor a csoportmeccsen itt Larvikban sikerült 6 góllal nyernie a győri csapatnak, akkor 10 perccel a vége előtt még az ellenfél állt jobban. Löke! 7-7. Úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ezen a mérkőzésen is a hajrá lesz majd a sorsdöntő. Tervel belenyúl az átadásba, és ebbe is megszerzi a labdát. Micsoda védőmunka volt ez. Radičević, ez is bemegy. 7-8. Érdekes, hogy a szezon elején játszotta többet ezt az 5-1-et Tervellel elől a Győr, és mintha Ambrose Martin jegelte volna ezt a variációt hosszú időn keresztül, de a legfontosabb meccseken most megint előveheti, és úgy tűnik, hogy ez működik. Kijön a labda, kellett hozzá némi szerencse. Löke, Radičević megint ott van, Radičević! És ez is bemegy! 7-9! Radičević néhány perc alatt szerzett 4 találatot, és megfordította a meccset a győri csapat. Kiekstad időt is kér. Nagyon szép perceken vagyunk túl. Összeállt a védekezés, az 5-1 megzavarta az ellenfelet, ezért a változás. Här uppe, så vi tröttar jag har det den vägen. Men inte stå och se där nog bollen här. Inte stå och göra där borta. Den vägen, hela vägen. Ola! Na hát túl vagyunk az időkérésen. Ambrose Martint látom még a bal alsó sarokban, de én nem hallok belőle semmit. Na, önök nyilván minden szót elcsíptek. Ambrose Martin egyébként még ezekben a pillanatokban is beszél, de már csak Görbicnek, aki a padon ül. Hammerzeng ezúttal középen, és Tonya Larsen a bal átlövő. Nora Mörk! És erre is számított Lunde. A labda pedig a Győré, Kovacsic szerezte meg a kipattanót. Rigelüt is vetődött rá. Nagyon érdekes volt a tréningen, hogy Heidi Löke és Lunde hogyan segíti a csapattársakat, és még Ambrose Martint is az egyes játékosok elleni mozgásban. Ugye nem kell mondani, hogy a Larvik kézilabdázóit a legjobban Lunde és Löke ismeri. És hát Lunde mozgásán ez tökéletesen látszódik is. Egyelőre érzi a lövéseket. Rédei Sós a pályán. A legjobb BL meccsét ebben a szezonban itt játszotta a csoportküzdelmek során, akkor 6 gólig jutott. Főleg a második félidő hajrájában volt elemében. Most Lekics középen, és Görbic az, aki Breivangot verheti meg középen. Löke, Leganger, Radičevichez pattan, és Leganger ezt is védi. Kár érte, lehetett volna növelni a különbséget. Ki hinné, hogy ez a Leganger most már csak heti egy edzéssel készül a mérkőzésekre. A visszavágó könnyen lehet, hogy az utolsó Bajnokok Ligája meccse lesz a nagyszerű kapusnak. És hát ugyan egy ilyen pályafutást nyilván nem jó sírva befejezni, de hát azt nem szeretnénk, hogy mosolyogjon. Lunde, Rigelüt, Lunde! Ez bement, jelzi a játékvezető. 8-9, a kipattanóra nem figyeltünk, Rigelüt szedte össze.
és innen látjuk, hogy ez valóban be is ment. Görbic, Radičević, jó befutás, de nem tudja összeszedni. Breivánk hozza, Rigel üt ott van a szélen, vissza Breivánknak, már is egyenlő. Egyik pillanatról a másikra megváltozhat minden, Breivánk lent marad. A 20. perc végén 9-9. Sajnos ezt akár a Győr is befejezhette volna góllal, ha Radičević meg tudja fogni a labdát. Görbic időben visszazárt, de kiment Rigelőt irányába. Breivánk pedig lefutotta a saját emberét, vagy embereit. 10 perc az első fél időből. Kovacsics, Görbic, Réde és Sós cselezne, sajnos belement. Blanco készült erre a mozdulatsorra. Kettőt cserél most a Győr, Görbic és Réde is Sós jön le, Tervel és Amorim érkezik védelembe. Tonya Larsen, Szulland, megpatta, jaj de jó ez a kapufa. Lekic, Kovacsics, most már nyugodtan lehet hozni. Történt egy lökés Rigelőt részéről. A játék lassítása sem lenne rossz a győri csapatnak. Ugye egyértelmű, hogy a norvégok a nagyon sok és gyors futás hívei. Görbic, az nagyon rossz, visszafordította Rigelőt, pedig tudta ezt, Hammerzenk hozhatja. Teamörköt megállítjuk, Rigelőt, belövi. 10-9, 7-9-ről, és most Ambrose Martin kér időt. Egyik fordulat a másik után, és reméljük, hogy jön még egy, annál többre már nem lenne nekünk szükségünk. Itt van még egyszer Rigelőt találata. A hírek szerint önök sem hallják otthon az időkéréseket. Ez esetben akkor ugyanolyan helyzetben vagyunk. Ambrose Martin hívja fel néhány dologra a játékosok figyelmét. Nyilvánvaló, hogy az eladott labdákra kell elsősorban ügyelni, mert itt az utóbbi pillanatokban három ilyen is volt, és mind a három megbosszulta magát. Ez egészen bravúros volt, hogy Lőkeit megszerezte a labdát, még akkor is, hogyha nem tudott a végén befordulni vele. Itt pedig egy szédületes bejátszás Görbictől. Az ellenfélnél eddig Edin még nem is lépett pályára. És hát vannak tartalékok. Nagyszerű keret a Larviké. Még akkor is, hogyha jelen állás szerint azért bizonyos szempontból a győri együttes mindenképpen többre hivatott. Átlagban 3,5 esztendővel fiatalabbak a magyar játékosok. Kovacsics, Réde és Sós, Kovacsics, Lekics, Réde és Sós vihetné be, összezárnak, kiteszi Orbán, mehet tovább. Nem volt helye Orbánnak beugrani, Tonya Larsen viszi, és lövi Lunde kezébe, egész pontosan. Indítani nem lehetett, Orbán épp hogy visszaért azok után, hogy ott maradt az ellenfél hatosánál. Lekics, Leganger megint, Blanco, Hammerzengnek. A zöldmezesek megint időben visszafutnak. Hammerzeng, Lunde, Rigelütöt kereste a labda. Jó bejátszás, viszont vonal volt. Tonya Larsen bizony ott állt egész pontosan a hatos vonalán. Úgyhogy ha bement volna, akkor sem ért volna ez. Igen, ebből a képből is tisztán látszott. Ráadásul még az ugrás után is leért a lába, mielőtt elengedte volna a labdát. 10-9 a Larviknak. Kovacsics, Réde és Sós megtámasztják keményen.
Most Radičević és Görbic nincs a pályán, Kovacsics irányít, és Orbán a jobb szélső. Rédei Sós viszi. Befele nem vezetett út, kénytelen volt kipasszolni Amorim. Szepesi indul be, Amorimot nem hagyják természetesen, Kovacsics, őt Hammerzen kapja el, már közbe fújtak. Jelen pillanatban a magyar szurkolótábor hangosabb, mint a helyi. Fenn a bíró keze, Amorim próbál lőni, Lőkép megjátsza! Egy sima szabaddobást adnak, Lőke beforgatta az ellenfeleket, innen lehet látni, zicserben lett volna, hogyha nem rántják hátulról, ott fogják a kezét. El kell lőni, Amorim megteszi, sarokdobás, és lesz egy sárga lap, Tonya Larsen. Ez pedig annyit jelent, hogy akkor a bíróknak már nem kell magasan tartaniuk a kezüket. Amorim, Kovacsics, Orbán teszi Kovacsicsnak, Rédei Sós, Amorim nem hagyják lőni, az elején nagyon fickándozott, Kovacsics lövését Blanco blokkolja. Két egymásból tökéletesen felkészült együttes, most emelik a kezüket, hát olyan sokat nem lehet passzolgatni. Rédei Sós Amorimnak, Amorim Kovacsics fut be, Leganger megfogja, ezt is odaér időben, szédületes. Breivang, Tonya Larsen le a sarokba. Breivang és Tonya Larsen fut le, Edin a pályán és Szullánt közben a bejátszás és gól. Hát gyakorlatilag úgy csinálta meg az ígyszert a Larvik, hogy összesen négy mezőny játékosa volt a pályán. 11-9. Nagy kár érte. És megint Blanco az, aki helyzetbe került, és élt az eséllyel. Amorim, Rédei Sós, ez az. 11-10. És ez a gól akár egy nagyon komoly hullámvölgyön is átsegítheti a magyar csapatot. 9-7-es magyar vezetésről lett 11-9 az ellenfélnek. 4-0-ás roham volt a Larviktól. Edin elengedi, nincs gól belőle. De látjuk, hogy azért érdemes a beállóra figyelni, mert a kinti lövésekre Lunde ragyogóan reagál. Amorim! Erre is csak szabad dobást adnak. Érdekes volt, mert Amorim gyakorlatilag helyzetbe verekedte magát, és Hammerzeng mintha belül lett volna, az pedig nem vitás, hogy zicsert akadályozott meg ezzel a eléggé durva falttal. Reméljük, hogy Amorimnak nem lesz baja, mert ő rendkívüli módon hiányozna a védekezésből és a támadásból is. Azok a meccsek voltak talán a legnehezebbek a győri Eto számára, amelyeken Amorim viszonylag hamar megkapta a második két percét, és az energiájával spórolni kellett. Persze leszámítva a Vülcsa elleni visszavágót, de hát azt hagyjuk ki a sorból, mert az nem egy átlagos kézilabda mérkőzés volt. Kovacsics, Rédei Sós, Lőke, Rédei Sós, Amorim, szép csel, és helyzet, de nem megy be! Leganger játszott össze a felső léccel. Edin, Hammerzeng, ott a hely, blokkoljuk, Lunde pedig összegyűjti. Kovacsics, be lehet vinni, hú, de nagyot kapott Kovacsics. Mehet tovább a játék, Edin lendületből hozza, inkább elpasszolta. Rigelőd Blankónak, ez hetes, belül védekezés Kovacsicstól. Ambrose Martin kap egy sárga lapot,
azt reklamálja, hogy a túloldalon nyilvánvaló szabálytalanságokat nem úgy ítélnek meg, ahogy ő szeretné. Meg ahogy mi is látjuk. Rigelőt hetese. Lunde a jobb kapufától indult, de ezzel nem tudta megzavarni az ellenfelet. 12-10. Rigelőt pedig ezzel 3 gólos. Kovacsics, Rédei Sós, Amorim. Nagyon komoly küzdelem a labdáért. Rigelőt segít be, és próbálja Amorimot nem csak abban megakadályozni, hogy felugorjon, de abban is, hogy a szélre passzoljon. Edin lépett nagyon messzire a védekezésből. Amorim, Kovacsics. Törlés lesz belőle, de könnyen elképzelhető, hogy Kovacsics megsérült, a könyökére esett ugyanis. Innen nézzük. Hát letépte Blanco a mezét, és csak a padlót büntették egy darab törléssel. Ambrose Martin széttárja a karját. Kovacsics Anikó megsérült ugyancsak itt a csoportmérkőzések során, akkor, amikor Görbicet cserélni kellett, mert a védekezés nem ment neki igazán, gyakorlatilag a második támadásnál Szullánt kegyetlenül arcon vágta könnyékkel, ahogy felugrott, nem volt szándékos, de most is ott van a heg még Kovacsics Anikó szeme mellett. És hát nagyon úgy tűnik, hogy a bal keze az igencsak fáj, nem biztos, hogy folytatni tudja a játékot, sőt, hát sír, nagyon valószínű, hogy ezen a mérkőzésen nem számíthatunk Kovacsicsra. És egy ilyen nyilvánvaló, durva szabálysértésnél egy darab szabaddobás következett. Görvic jön irányítani. Amorim. Szepesi. Amorim. Leganger. A labda viszont Amorimé. Nem lehetett Szepesit megjátszani. Rigelőt azonnal visszalépett. Görvic Breivánggal szemben. A Larvik védekezése nagyon hatékony, felállt fal ellen egyelőre nem az igazi a Győr támadó játéka. A 10 találat jelentős része szerzett labda jó védés utáni gyors akcióból született. Görbic! Na ez most gyönyörű! 12-11. Lőke zárja el Edint, ott a hely, ezt észleli Görbic. Ebből jött a lehetőség, a túloldalon már Edin próbálkozott. És Szulland jön Breivánk helyére. Azt nézem, hogy Kovacsics Anikónak mi a baja. És nem csak a kezével, hanem a fejével is foglalkoznak, lehet, hogy azt is beütötte. Edin, Rigelőt, Szulland, Hammerzeng és Thea Mörk. Hammerzeng, Szullannak készítettek elő, Tervel gyorsan nem lehet indítani, és Amorim lábához ért már a labda, de előtte Hammerzeng szabálytalankodott. Az utolsó percen belül járunk a Bajnokok Ligája döntő első negyedében, ha lehet így fogalmazni, mert ne felejtsük el, hogy ez, amit ma látunk, ez csak az első fél idő lesz. Aztán következik 5 nap szünet. Lekics, Rédei Sós beviszi, egyértelmű hetes, így van. Hammerzeng nem tudta már megállítani Rédei Sóst, csak a 6-oson belül. Itt látjuk, ezen vita sem lehet. Görvic a labdával. Aki az előző esztendőben, a Bajnokok Ligája döntőben az összes büntetőt belőtte, és összesen 21 gólig jutott, de ez sem volt elég. Görbic! 12-12. Azt gondolom, hogy ebben a BL fináléban lehet, hogy nem kell Görbic Anitától 21 találat a sikerhez.
kevesebb is elég lehet. Az utolsó másodpercek, Szulland, jó blokk, Blanco lövi be, és ezt még megadták. Lőke megy oda, és mondja, hogy időn túl esett már, de nem. Megadták a gólt 13-12, hát norvég csapatnál emlékszünk ennél lényegesebb helyzetben is, utolsó pillanatban megadott gólra 2008-as olimpiai játékokon a Dél-Korea elleni elődöntőt egy ilyen találat billentette Norvégia javára. Hát ez most mondom, a Bajnokok Ligája negyed döntőjénél jelent egy gólos előnyt a Larviknak, amit könnyen le lehet dolgozni, akár már itt is a második félidőben, azaz a BL döntő második negyedében, hogy így lesz-e, azt majd meglátjuk. A magyar lányok a képen, és Ambrose Martin, és aztán itt van Blanco is, aki az egyik főszereplő. 13-12-re vezet a Larvik a győri Audi Eto ellen. Kovacsics Anikóról van hírünk, nincsen törés a karjában, könyökében, ezt állapították meg, viszont nagyon fáj. Meglátjuk, hogy ez egész pontosan mit jelent. Nagy valószínűséggel nem lesz képes játszani a második félidőben. Azért kell inkább izgulnunk, hogy majd a második mérkőzésen ott legyen, bár most már egy kötéssel a karján itt magam előtt látom, amint a kezét vakszolja, hát ha. Ugye azért fontos a szerepe, mert gyakorlatilag a második számú balszélsőnk is ő, és irányítóként is játszani szokott, és Ambrose Martin beküldi rögtön a második félidő elején. Na, azt hiszem, hogy akkor ez egy jó hír. És Kovacsics Anikó másodszor most már nem kerül olyan helyzetbe Larvikba egy szezonon belül, hogy nem tudja befejezni a mérkőzést. A Larvik kezdi a második játékrészt. Teamörk, Hammerzeng, Breivang, Szulland, Riegelüt és Blanco. A kapuban persze Leganger. Hammerzeng, Szulland, a bejátszás megint. És tovább engedték ezt a játékvezetőt. Hát most talán mi lehetünk hálásak. Most Gekstad robban fel, és kap egy sárga lapot robbanásért. Na nézzük meg ezt a jelenetet. Breivang futott be második beállónak. Hát az, hogy Lekics belül volt, az egy dolog. De mintha meg is tapogatta volna az ellenfél arcát. Az sem teljesen szabályos. Érdekes döntéseket hoznak a román bírók. 2009-ben egyébként kek elődöntő mérkőzést vezettek a Larviknak, akkor két nap alatt játszották a két meccset, a szintén norvég Gjerpen ellen. Ugye a Larvik mind a két meccset nagyon könnyedén nyerte. Kovacsics a bal szélen tehát, Görbic, Amorim, Lekics, Lőke a falban, és Radičević a jobb szélen. Kovacsics, Amorim elé hozta, Amorim törne be. Egy sima szabad dobás. Összezárt Tonya Larsen és Hammerzeng, rendkívül összeszokott duó. És még időben a hatos vonala előtt megtették ezt. Görbic, Lekics, be lehet vinni, jaj, de becsapta a védőjét. 13-13. Az utolsó pillanatban tette át a bal kezéből a jobba a labdát. És hát ugye a jobb az elég ahhoz, hogy gólt szerezzen, a bal talán nem lett volna. Szulland, Riegelüt, Szulland, Breivang, Hammerzeng teszi le a sarokba, Teamörk, megint egy jó bejátszás Blanco, hát nem figyeltünk. 14-13. Ezúttal a szélről játszották meg a beállót. Amorim, Breivangot átemelni, Kovacsics. Tervel még a pályán, de most lejön és Görbic a helyén támadásban. Ugye az a helyzet, hogy most az ellenfélnél Szulland a pattól távolabb játszik, és gyakorlatilag a csoportmeccset itt Larvikban Ambrose Martin bevallása szerint is részben ezzel nyerte meg a Győr, mert a szerzett labdák után egyből leindul Szulland, a helyén pedig könnyen lehet támadást vezetni. A végén Szepesi 4 gólt lőtt az utolsó percekben. De most Teamörk eredményes. 15-13.
szépen pattintja a Lunde a levegőben, kiszolgáltatott helyzetben. Görbic, Blanco találta el. Semmi baj. Görbic, Lekic, rossz átadás Amorimnak, nem értették egymást, és figyelni kell, mert egyből jönnek mindannyian a fehérmezesek. Tervel, na erre most majd adnak egy 2 percet. Blanco lépett volna be, Tervel, ő a büntetett. Lökte Blancót hátulról, itt látjuk. Jön a 4. perc a második fél időben. Szulland, Riegel ütnek a sarokba, nagy hely! 16-13. Egy pillanat alatt gyönyörűen kijátszották. Kár érte. Most pedig nagy műgonddal kéne támadni, nem elszórni a labdát. Amorim, Löke, Lekic, Görbic nincsen most bent támadásban. Lekic viszi és teszi be Lökének. Ez mindig jó, legalább egy szabad dobásra, így volt most is. Radicevic. Lökének meg kell igazítani a mezét. Ezzel is elment néhány másodperc, amíg észrevették, és gyakorlatilag állt a játék, az óra viszont nem. Lekic, Amorim, vissza Lekicnek. Breivang, rendkívül erős, és lábbal sem lassú, úgyhogy odaért és megfogta Lekicset. Lekic ellövi, Legánger hárít. Fenn volt a bírók keze, muszáj volt lőni. Radicevic, az jó, Amorim. A labda pedig a Győré, nem volt szándékos a hazaadás. Most megúsztunk gyakorlatilag egy emberhátrányos védekezést, ezzel, hogy Radicevic időben visszaért. Vagy egy gyors gólt persze. Radicevic, Lekic. A magyar térfélen közben törölnek, Radicevic, Löke, Lekic, Amorim jön lendületből, megfogják, Löke is a földön. Ez pedig már nem jó neki, Hammerzenk borította fel. Görbic mehet, kiegészül a magyar csapat. Fenn a játékvezető keze, megint Görbic megveri az emberét, és ezt tovább engedik. Ballal megpróbált gólt lőni, nem adtak 7-est, és gól a túloldalon. 17-13. Hát ez egy nagyon érdekes döntés. Blanco, mondjuk innen úgy tűnik, hogy valóban időben elengedte Görbicet, akinek a rosszabbik kezén volt a labda. Ráfizettünk. Ambrose Martin időt kér, 4 találatra hízott a két együttes közötti különbség a félidei 1-ről. Itt van Blanco egyik találat, amikor a szélről lelte meg a labda. Sajnálatos, hogy valóban ezt a játékelemet gyakorolta leginkább védekezésben a Győr. Hogyan kell a beállót teljesen lehetetlen helyzetbe hozni, és ez nem működik. Kovacsics, Görbic, Lekic, vissza Görbicnek, Amorim ugorhat be, nem lesz gól belőle.
kimaradnak a helyzetek, pedig ez most egy szép támadás volt, még akkor is, hogyha éles szögben kellett Amorimnak beugrania. És valahogy Leganger megbűvöli a labdát. És jó lenne, ha igaz lenne, hogy a végére elfárad, mert egyelőre meghatározó tényező az ő teljesítménye. Rigelőt, az nem jó Blankónak. És hát a keményebb védekezést is engedik a játékvezetők, szinte bármit meg lehet tenni a beállóval, ezt észre kéne venni. És mondjuk úgy, hogy szinte bármit meg kéne tenni. Lekics. Szullant bent ragadt védekezésben. Amorim! Leganger. Amorim sajnos kapkodva tüzel. Láttunk tőle ilyet a Vulcea ellen is. Most könnyedén blokkolták, számítottak rá a védők, hogy test mellett próbálkozik. Breivang, Hammerzeng, Szulland, Hammerzeng, Lunde, a kipattanó Radicevicé, Lekics, Tervel, nagyon rossz átadás. Rigelőt bent tartja, Lunde nagyon jó volt, hogy kilépett, mert Hammerzeng egyedül mehetett volna. Ugye van rizikó az ilyen kapus kilépésekben, de ez most egy olyan jó ritmusú megoldás volt Lundétól, hogy nem fenyegetett az ütközés. Görbic, Lekics, Görbic, Amorimnak, Lekics, Görbic megint, Amorim. Nem tudta Blankó mellett elvinni. Újra kell kezdeni. Görbic. Tonya Larsen mellett. Ott az ittszer! Ahogy közel ment a falhoz Görbic, egyből Lőke irányába léptek. Ott látjuk, gyakorlatilag ketten maradnak Lőkén. És Thea Mörknek a szélsőnek kéne szinte teljesen középre belépnie ahhoz, hogy Görbicet megakadályozzák a gólszerzésben. Szerencsére nem tették. 17-14. 7 perc után született ismét magyar gól. Breivang! Ezt nagyon jól csinálja, még akkor is, ha most ez kimaradt, az első félidőben pedig egyszer blokkoltuk egy ilyen közbelövését. De ez a specialitása Breivangnak. Lekics, Görbic. Kovacsics, Görbic vitte megint közel, de inkább most kipasszolta Amorim. Görbic, az jó, Lőke! Gól! Hát gyakorlatilag a vádliára támaszkodott Hammerzeng, de hiába tette, 17-15. És az előző gól is Görbic és Lőke összjátékának, illetve a megtévesztésnek volt köszönhető, most is ők ketten hozták össze a győri gólt. Hammerzeng, Szulland. Hammerzeng bemegy második beállónak, Tonya Larsen. Vissza Szullandnak, Tervel! Hú, mekkora sánc volt! Pedig azzal, hogy befutott Hammerzeng is a falba, óriási lövőhelyzetet készítettek elő Szullannak. Szulland, Hammerzeng, Tonya Larsen. Hammerzengnek hagyja ott, de ezúttal nem jön össze az árás, mert pontatlan volt a passz. Lunde, Tonya Larsen beálló módra fordult be, ha már ott járt a záróvonalnál, de nem jött össze, és hiányzik a védekezésből. Amorim. Kovacsicsnak, Kovacsics, 17-16. Jönnek egymás után a győri gólok, és nagyon szép, okosan végigvitt támadásokkal. Jekstad időt is kér. Rigelőt még egy picit lökött Kovacsicson, de ez sem segített a norvég csapaton. Nei, men da gjør vi det nå, ok? Og så sørger for nå, jenter. Nei, sørger for nå. Hallo.
gjennomføre. Neste angrep så ligger Rosa i midten, og så kjører vi to høyre, så utfordrer Tarvel. Men de gangen vi har Tarvel med det mot det, husk at Rådborg sa, skaffe seg rom, komme til siden, og deretter rett frem. Nå. A győri szurkolók énekelnek, mintegy 180-an érkeztek busszal Larvikba, hát ez nem kis teljesítmény önmagában sem. És jelen pillanatban pedig a torkuk teljesít, mert lényegesen hangosabb a magyar tábor, mint a mintegy 4000 emberből álló hazai. Húsz perc van hátra. Az első találkozóból egyetlen gól a különbség, és az utolsó 5 percben a Larvik volt képtelen gólt szerezni. Tonya Larsen megint ott van támadásban. Lehet, hogy váratlan húzásnak szánta ezt Gjekstad, mert mondom, gyakorlatilag a teljes BL szezonban csak védekezett Tonya Larsen. De egyelőre ez nem jön be. Szulland, az ő lövése sem. Gyakorlatilag csak Szulland átlövő teljesítményében bíznak igazán, különben a vonalnál próbálják a játékosokat, Blánkót vagy valamelyik szélsőt megjátszani. Szulland a második félidőben már nem teljesít jól, szerencsére. Radicevic Görbicnek, Amorim, Lekic, Radicevic, Kovacsics is fellép, rengeteg keresztmozgás most. Kovacsics nagy hely, de szépen vitte be Lőke, az Itzer, hetes. Legange ezt is elérte valahogy, hát elképesztő, nem magas ez a hölgy, 180 centinél egy picivel alacsonyabb, de hát a lába ebből egy olyan jó 2 méter. Hát hogy lehet a bal kapufától a jobb kapufáig elrugni? Ezt is kivédi Görbic. Az első kimaradt hetese ebben a fináléban, Leganger pedig teljes extázisban. Legalább a labda marad a győri csapatnál. Közben Lunde megy oda a Kovacsicshoz és sug neki valamit, hát ha segít majd. Görbic, Radicevic, Lekic, Amorim, Görbic, Blánkót forgatja és viszi be. Erre adtak egy szabad dobást. Görbic odaszól valamit a játékvezetőnek. Blánkót nagyon megetette. Amorim. Lekic. Amorimnak vissza. Ú, de kemény volt, hogy Breivan kilépett. Fej találkozott a fejjel. Úgy tűnik, hogy Breivan húzta a rövidebbet. Amikor kicsúszott Amorim kezéből a labda, akkor úgy érezte Breivan, hogy ezt elcsípheti. Itt látjuk, egyből megindul, de addigra Amorim már összeszedi. Breivan pedig egyelőre még mindig a földön. A győri csapat nagyon régóta támad, de hát közben Leganger fogott egy büntetőt, fogott egy zicsert, fogott egy helyzetet a szélről, szóval amit lehet, mindent elkapott. Rédei Sós beszélgetés közben melegít, könnyen lehet, hogy megint beszáll majd a félidő második felére. A padhoz közelebb játszhat, tehát könnyű lecserélni védekezése. Amorim észrevette a helyet, hetes belül védekezésért Blanco. Hát Amorim neki rontott, azok után, hogy az imént találkozott az ő feje Breivangéval, és neki nem fájt annyira, úgy gondolta, hogy akkor nyilván az összes fejjel így lesz ez. Elképesztő elánnal megy. Hát ez nagy szerencse volt, hogy erre belül védekezést ítéltek, mert nem feltétlenül volt az. Viszont Blanco megtámasztotta Amorimot, az kétségtelen. És megint Görbic jön a büntetővel. Ugye az elődöntőben, amikor neki nem ment a hetes lövés, akkor Kovacsics vállalta magára, sőt, hát már a csoport küzdelmek során is így volt ez gyakran.
De most egy kihagyott hetes után még mindig Görbic a labdával, akkor, amikor büntető jön. Legengernek lőni az nem egy nagy élmény. A második félidő 13. perce, lehet egyenlíteni. Görbic lazán bepörgeti Leganger támaszkodó lába mellett, 17-17. Öt gólos Görbic Anita. Breivánk pedig egészséges, most ő a balátlövő poszton. Rigelőt, Szulland, Hammerzeng viszi, Breivánk húzza le, Teamörk rálépett a vonalra, és lent marad, a vádliát fogja. Rengeteg a sérülés, ez most lehet, hogy csak egy görcs Teamörknél, Lunde segít neki. A győri csapat a 20. percben vezetett utoljára 9-8-ra, és most itt a lehetőség ismételten magunkhoz ragadni az előnyt. Mörk valóban rálépett a vonalra, amikor felugrott, éppen ezért, ami utána történt, az már egyáltalán nem számított. Rédei Sós érkezett. És Lekics így egy picit pihenhet, rajta is hatalmas a teher, védekezésben is fontos. Lőkének nem jó a passz, Amorim visszaszerzi, oda lépett egy pillanat alatt Rigelőt elé, legalább 7 mérföldes volt a csukája. Görbic. Azért ezekre az átadásokra jobban kell figyelni. Görbic selez. Megrángatta Hammerzeng egy picit, nem indult el Amorim, most megkapja Lőke! Radičević! Megvan a vezetés, 17-18. Mondom, az első félidő 20. perce után először előnyben a győri Audietto. Fej fölé, mellé, oda nem ér el a kar, nagyon jó lövés Lőkétől. Szulland! Ó, Lunde, hogy fogja, Radičević pedig szalad. Hozzáérkezik a labda, Radičević! 17-19. És újabb időkérés a norvég csapatnál. 9 perce nem szerzett gólt a Larvik, és így megfordította a mérkőzést a győr. Teamörk helyére Sara Breistől érkezett a bal szélre az ellenfélnél. 6-0-ás sorozatban a magyar csapat ezekben a percekben. Amikor a középdöntő csoportban sikerült Norvégiában nyerni, akkor volt egy 7-0-ás széria. Az fordította meg a meccset, de tegyük hozzá, hogy az lényegesen később következett be a meccsen, az utolsó 10 perc környékén. Most még több mint egy fél idő hátra van. Szulland, Hammerzeng, Tonya Larsen, Breistölnek, Rigelőt elindul. Most is két beálló így, de a szélső futott be, és nem valamelyik átlövő. Szulland, nincs helye, Hammerzeng is tovább, Tonya Larsen, Radičević, majdnem megszerezte Breistöl elől. Breistöl rácselez, Tonya Larsen tervel, Rigelőthöz pattant, és nem engedte felemelni sem Rigelőtnek a kezét Radičević, itt pedig nem lehetett hetest ítélni, hiába volt belül. Szulland, Lunde, és Breistölé a labda. Olyan kényszer lövéseket látunk az ellenféltől, sajnos Lőke kétkezes lökését kiszúrják.
nem volt olyan nagyon nehéz. Lőke megmutatja, hogy miért vette észre a játékvezető. Egyrészt, mert Brejsztől valóban nagyobbat esett, mint amekkorát Lőke lökött, de hát ez akkor is 2 percet ér. És önök azt hihetik, hogy a 2 perces büntetés helyett már van 1 perc 45 másodperces büntetés, de ez nem igaz. Egyszerűen csak tovább engedték az órát. Brejsztől Lunde tudta, hogy pörgetett lövés jön, és odafeküdt egyszerűen. Nagyszerű védés volt. És továbbra is képtelen a Larvik gólt szerezni. Ez dicséri a védekezést, de hát ennél az esetnél inkább a kapust. Most nincs beálló a magyar együttesben. Amorim várná Radičevićet. Várhatott volna még egy darabig Görbic. Kiharcol egy szabad dobást, most Lekicsel nem értik egymást. Legyen meg az összhang, és akkor nem lehet baj. Amorim, ez láb volt. Így van, a Blanco csodálkozik. Lekics, Radičevićek, Legánger megfogja, pedig milyen észrevétel volt Lekicstől. Kár érte. Tonje Larsen, Breivang. Hammerzeng, Brejsztőlnek teszi le, Brejsztől, és nem megy be. Hát Lunde úgy ráült a labdára, hogy majdnem kiköltötte. Nagy védés volt ez is, és egyértelmű szabálytalanság. Ugye ott látjuk, hogy Radičević messziről jön, még a vonalra is rálépett, miközben kereste a védőpozíciót. Rigelüt most már Lunde! Amorim! Sajnos becsúszott, így a labda marad a Larviknál. Törölni kell, nem lehet kérdéses. Amorim, ahogy térden megpróbált minél gyorsabban odaérni a hatos környékére, húzott 2 jól látható párhuzamos csíkot. Itt van Lunde hárítása. Tizenkettő perce nem szerzett gólt a Larvik. Hammerzeng, Tonje Larsen, Szullánnak, Szulland, ez bemegy. Egy tucatnyi perc után egy Larvik gól, Szulland. Egy kicsit meglepte ez a pattintott lövés most Lundét. Itt látjuk, hogy ledobja erőből a földre Szulland. 33%-os a lövési hatékonysága, hát ez nem az igazi. Hiába a 4 gól. A Győr pedig kiegészült. Rédei Sós, be lehet vinni! Egyértelmű belülvédekezés volt Rédei Sóssal szemben, de úgy ítélték meg, hogy a belülálló játékos nem akadályozta a lövésben a magyar kézilabdázót. Hammerzeng, lehet menni, Radičević indul. Szullán nem volt fenn most támadásban, így pedig hiába nézelődött Lunde a bal oldalra, hogy lemaradt-e valaki, lement egy cserébe Szulland, és ürese az egyik győri játékos felfutásnál. Nem volt indítási lehetőség igazából. Görbic, Rédei Sós, Amorim, Kovacsics, Görbic, Radičević, Rédei Sós, Amorim. Ez Legángeré, a kipattanó meg Kovacsicsé. Hát ezekkel a labdákkal szerencsénk van. Legánger nagyon jó mutatóval rendelkezik ezen a meccsen, az egészen biztos. Görbic. Rédei Sós nem tudja elvinni. Amorim bemegy! 7-es! Breivang. Ennél kerekebb már nem lehetett volna a szeme. Rácsodálkozott a döntése. Itt van, hogy Rédei Sós viszi, és 2 ember között Amorim berobban, és zicserben valóban lökte őt, elsősorban Rigelőt. Görbic büntetője, egy újabb nagy csata Legángerrel. Legánger most a vonalon marad. Görbic bemegy! 18-20. Oda se nézett egyébként Görbic Anita, amikor Legánger elkezdett a vonalon táncolni.
mert ez a sátán tangó, amit előad ilyenkor, ez nincs jó hatással a lövő játékosra, jobb, ha nem tud róla. Hammerzeng, Sulland, Hammerzeng, rossz passz, Tonya Larsen, Radičević lökte, ezért a szabad dobás. Onnan a szélről kell elvégezni, Tonya Larsen takarít közben. Hammerzeng Sullannak, Breisztől visszamegy a szélre, ugye az előző akciónál befutott még, akkor jött a sípszó. Tonya Larsen, tervel! Milyen könnyedén, és most megy Kovacsics, rossz az indítás! Nagyon lapos volt Lunde passza. Nagy lehetőség lett volna. Hammerzeng! Dadogott a labda, de hát ezt a beszédhibát valahogy sikerült kiküszöbölni. Tonya Larsen, Hammerzeng! Az mellé megy. Egy helyen volt egy pici rés, és ahol Hammerzeng állt, onnan nem lehetett máshova súhintani, azon a résen keresztül. Három góllal még nem vezetett a győri csapat. Most nem is fog, mert Lőke eltűnt. Amorim, Breivang, ez is mehet tovább. Egy passz Breistölnek. 19-20. Esetleges akció, de Larvik gól belőle. Radičević belépett, mert Hammerzengnek nem volt amúgy embere. Így a saját oldalán viszont ott volt az űr. Rédei Sós, Görbic, Amorim. Görbic csak bemutatja, most teszi Radičević! A kislökés nem lökés ezen a találkozón. Ezt most már megtanulhattuk. Amorim. Görbic. De szép lövés volt, de ezt is fogja Leganger. Egyszerűen képtelenség neki távolról gólt lőni. Közelről is nehéz. A norvég lapok szerint természetesen a világ két legjobb kapusa mérkőzik egymással többek között. És azt kijelenthetjük, hogy valóban egészen kiváló produkciót látunk a két hálóőrtől. Edin a pályán hármassal, Hammerzengnek készít elő, Sulland, megvan a lövőhelyzet, nem talált kaput, és egy 2 perc Lekicsnek. Lekics csodálkozik, ott áll Lekics, hát ő egész biztosan nem csinált semmit, aki bűnös volt, az Amorim. Lekics mondja el a padon, és sérelem érte, és alig, hanem így is van ez. Újabb ember hátrány. Lőke, Görbic, Radičević, Görbic, Lőkének pattintana, ez most szabad dobás. Amorim, szép csel volt. Összezártak időben, gyakorlatilag hárman repültek Amorimra. Ennyi embert nem bírt bevonszolni egyszerűen a hatos területére. Amorim, Görbicnek teszi, Görbic Lőkének. Lőke már fogta a labdát, amikor magára rántotta a védőjátékos Breivang. Amorim, felemelik a bírók a kezüket. Görbic be is viheti, be is lövi! 19-21. Görbic Anita 7. gólja ez, és összességében a 75. találata nemzetközi kupadöntőben. Többenetes szám. Ebben a szezonban 8 gól volt a legtöbb, amelyet egy BL meccsen szerzett, és akár a döntő első találkozóján is meg lehet ez még egyszer. Ahogy megvolt egyébként a Vülcsa ellen idegenben, az elődöntőben is. Radičević, Görbic Anita már 1999-ben ott volt a keretben a győri csapatnál, amikor az első nemzetközi kupadöntőjét játszott az EHF kupában. Hát akkor nagyon fiatal volt. Amorim, Görbic, Kovacsics,
Görbic milyen lefordulás volt, és elveszik tőle kétszer indulásért a labdát, tehát akkor szabálytalanság volt, mert kihúzták a lábát. Elég érdekes ítéleteket láttunk oda-vissza. Tonya Larsen, Lunde, ez hetes. És még adnak egy 2 percet. Amros Martin reklamál. Furcsa érzései vannak az embernek, azok után, hogy látta a Veszprém Kili szereplését is. Ez valóban lökés, a 2 perc jogos, de amikor helyzetben volt Tonya Larsen és lőtt volna, akkor már rég semmifajta zavarást nem mutatott be Amorim. Nagyon Nora Mörk, ő lövi ezúttal a büntetőt. És belövi. 20-21. Hat perc a végéig. Egy góllal vezet a győri csapat, amelyik most már meglehetősen sokat játszik emberhátrányban. Löke, Lekic, Löke, Görbic, Radicevic, Löke, Lekic, most Görbicnek, Görbic a szabad dobásért ment a falhoz. Lőkét röptették. Az nagy passz, Radicevic nem tudja összeszedni. Kár érte, egyenlíthet a Larvik. Brace-től. Tonya Larsen. Riegelüdnek nem volt helye, Breivang. Edin és Szulland jön támadásban, Tonya Larsen és Breivang ült le. 5 perc a végéig. Az első félidő végéig. Beszéljünk így erről. Edin, Szulland, Hammerzeng, a labda pedig a győri csapaté. Hát itt is történt minden. Most Gjekstad elégedetlen. Kevesebb, mint fél perc az ember hátrányból. Görbic, Lekic, Radicevic. Az ellenfél már nem kérhet időt. Amros Martin még egyet, ha akar, igen. Kovacsics rágyorsít, Radicevic beforog. Közbefújnak sajnos. Viszont lepergett az ember hátrány. Amorim a pályán. Görbic, Kovacsics megint elindul a szélről. Lekic, Radicevicnek, Lekic, Görbic, Amorim. Megállítják az órát, és a játékot is. A Blanco tápászkodik fel, akit egy jó ideje nem láttunk, legalábbis támadásban. Sokkal jobb a védekezése a győri csapatnak a beállóval szemben egy ideje. Rosszul lépett Blanco. Az ilyenekből születnek a legsúlyosabb sérülések kézilabdában, de ezúttal ő megúszta. Nem volt rajta a teljes testsúlya a térdén még. Görbic! Görbic! 20-22! 8 gólos Görbic Anita, és 2 az előny, 3,5 perccel az első meccs vége előtt. Szulland, Hammerzeng, Edin viszi be. Mi az ítélet? Egy szabad dobást adnak. Méteres belülvédekezés volt Edinnel szemben. Radicevicsel kölcsönösen megpaskolják egymást. Hát itt látjuk. Azt nem tudom, hogy a játékvezetők mit néznek. Na mindegy, ezúttal csak köszönettel tartozunk nekik és optikusuknak. Szulland, Lunde, Radicevic. A labda pedig a győri csapaté. Lekic kérdez valamit Amros Martintól. Elégedetlen volt a szerb játékos. Nem tudom, hogy mi szülte ezt. De most arra kéne figyelni, hogy 2,5 perccel a vége előtt még egy gólt lőjön a győri csapat. Így mondjuk, Löke! 20-23! Gyönyörű játék volt!
Azt hitték, hogy Görbic beteszi a labdát, itt érdemes nézni, ehelyett visszapasszolt Lekicsnek, rá kirontottak, és így lehetett Lőkét megjátszani. Lőke hat találatnál jár. Hammerzeng, Lunde. Lehet, hogy volt benne egy kis kapufa is, de hát gyakorlatilag a kapufát azt a kapus testének részeként értékelhetjük. Úgyhogy vagy így, vagy úgy, de Lunde hárított. Kevesebb, mint 2 perc. 20-23. A második félidőben 7-es gólt volt képes elérni a Larvik. Lekics. Beviszi Leganger. Éles volt a szög. Onnan nagyon nehéz lett volna gólt lőni egy ilyen formában védő kapusnak. Breivang. Majdnem ellépte. Kovacsics megvan. Ez is megvan. Több ereje is maradt a végére érzésem szerint a győri csapatnak, hogy ez mi köze van az életkornak, hát elég sok, ha hölgyeknél szabad ilyet mondani, idősebb játékos a Larviknál. Említettem, hogy 3,5 év átlagosan, amivel többet éltek meg a hazai kézilabdázók, vagy a csapat forgatása, de hát ez megtörtént a Larviknál is. Ambrose Martin időt kér, minden gólnak jelentősége lehet majd a második félidőben Veszprémben. Referees, they are not going whistle anything with the pivot, okay? And also in the contact when you are shooting. So keep the contact and shoot, watch and shoot, okay? Gorba, we play. Just moving the ball from one side to the other and look the spaces between the defender. They are the one who has to be nervous, okay? Okay, not us. Come on. Kérem szépen, Ambrose Martin is észrevette, amit mi így közösen, hogy gyakorlatilag a beállóval szemben bármilyen szabálytalanságot tovább engednek a játékvezetők. És hát ezzel akkor élni kell, alkalmazkodni kell a játékvezetői stílushoz. Lőkét birkózásban nem hiszem, hogy bárki megverné, úgyhogy ez a fajta játékvezetői szemlélet még akár kedvezhet is a magyar csapatnak. Blankót pedig el kell tüntetni, és hát igen, az ellenfélnek kell idegesnek lennie. 1 perc, 10 másodperc. Kovacsics, Amorim, Radičević, Lekics, Leganger. Egy picit korán lőtte Lekics. Tonya Larsen, Amorim. Az nagyon jó volt, ahogy kilépett. Hammerzeng, jön a két csere a Larviknál. Lehet 2 gól is a szünetbeli differencia. Ugye 5 napos szünet jön, és lehet 4 is még ezen a mérkőzésen. Hammerzeng, Szulland, beteszi Blanco! Erre 7-est adnak. Hát most aztán Blanco senki nem ért hozzá. Megállították az órát, 22 másodperc a mérkőzés végéig. Nora Mörk jön. Lőke mondott még valamit Lundénak. Lehet, hogy tudja, hogy Nora Mörk hova lövi majd ezt. Jó lenne egy védés most. Áj! Újhegyet talán még hozzá is ért. Lunde, de nincs meg a labda. Görbic, Radičević, Görbic, Amorimnak, Amorim, gól! 21-24, és még gyorsan indítanak, Breivang tüzel, Lunde, megnyerte a Győr az első félidőt. Azt a félidőt, amelyet az otthonától távol kellett játszani, a 3 góllal megnyerte. 21-24 a vége a második félidőben, szédületes, mondhatni nyugodtan, hogy Ambrose Martinos védekezés, és nagyon jó kis támadó játék, még akkor is a Leganger szenzációsan védett, azért Lunde is bemutatott 1-2 parádés hárítást. És hát nem véletlen, hogy június 7-én majd Ambrose Martin tart előadást itt Norvégiában, pár kilométerre Larviktól egy edzőképzésen a dinamikus védekezésről. Mert hát bemutatta ezt a Győr, Ambrose Martin pedig megtanította nekik, hogy be tudják mutatni.
Ez egy nagyon jó kiindulási pont, sokkal jobb, mint eddig bármikor a BL döntőkben. Ugye 2009-ben a Viborgot 2 góllal verte meg idegenben az első meccsen a Győr. Most 3-mal a Larvikot, ehhez képest ugye 1 góllal jobb, az előző szezonban pedig 2 gólos siker az első meccsen, de akkor Veszprémben is utána a visszavágó. És hát tudjuk, hogy mit akarunk. Volt már elveszített BL döntő 1 góllal, meg idegenben lőtt kevesebb góllal. Hát most egész más szeretnénk megismerni, a győzelem ízét, és ehhez most közelebb léptünk. Közben Lőkét és Legangert választották a csapatok legjobbjainak, de hát ennek semmi jelentősége. Ami számunkra fontos, hogy a szünetben 21-24 Larvik Győr szempontból, persze majd ugye a második meccs Győr Larvikként kezdődik, úgyhogy ha így nézzük, akkor 24-21. Köszönöm a figyelmüket! Unika, az új generáció biztosítója.